Ezek a felvételek az elmúlt napokban készültek. A Tolna megyei rendőrfőkapitányság munkatársai az autóban mobilozókat kapta lencse végre, és nem volt nehéz dolguk. Bár konkrét adatok nincsenek róla, a baleseti vizsgálatok során egyre több esetben derül ki, hogy a gépjármű vezetője nem csak a közlekedésre figyelt. Számos ehhez hasonló prevenciós videófilm készül, mely a vezetés közbeni mobilozás ellen emel hangot. Ám ezek hatását a növekvő esetszámok nem igazolják vissza. A kollégáim egyre gyakrabban tapasztalják itt Tolna megyében is azt, hogy a járművezetők mobiltelefont kézben tartva közlekednek. Ez nem csak, hogy balesetveszélyes, hanem a járművezetőnek, ha ezt a rendőr észleli, anyagi felelőssége is van, hiszen a két ilyen cselekményen tetten érnek, 10.000 forintos helyszínbírságot kell megfizetnie. A Romániában a napokban vezették be azt a KRESZ-módosítást, mely a vezetői engedély elvételét jelenti, ha valakit telefonáláson kapnak a volán mögött. Egy felmérés szerint 35%-kal nő a fékreakció idő, akkor, ha közben a sofőr üzenetet olvas vagy telefonál. A Magyar KRESZ 1998-ban tette kötelezővé a kihangosító használatát. A szakemberek véleménye szerint itt az ideje a szabályrendszer újragondolásának, hiszen azóta számos közlekedési eszköz is megjelent, melyre semmiféle szabályozás nem vonatkozik. Így például a Segway, mely adott esetben 40-50 km-es sebességre is képes, de szigorításra volna szükség a vezetés közbeni mobilozás esetében is.